Sziasztok, Atud vagyok. Ahogy a bemutatkozó videóban ígértem, most a szürke 50 árnyalatáról, illetve erről az egész jelenségről fogok beszélni. Szeretnék az elején rögtön kiemelni annyit, hogy eldönthesse mindenki, hogy érdemes-e neki megnézni ezt a videót vagy sem, hogy nekem tetszett a könyv is, és tetszett a film is. Hogy miért tetszett, az nagyon egyszerű, ezt már a bemutatkozóban is elmondtam. Minden történetben szinte tudok találni olyan momentumot, vagy olyan karaktert, bármit, ami miatt tetszik valami. Ebben is találtam. Egyébként rengeteg hibája van a könyvnek, nagyon-nagyon sok. Nem olvastam az eredeti verziót, nem olvastam angolul, csupán a magyar kiadásút olvastam, illetve a filmet néztem meg. Tehát nem feltétlenül exakt a véleményem, de úgy vélem, hogy egy csöppet talán exaktabb azoknál, akik nagyon-nagyon hosszan kritizálják és szidják ezt az egész jelenséget, ugyanakkor büszkék arra, hogy ők nem olvasták el, és nem nézték meg a filmet sem. Na most, ha én valamit nem olvastam el, vagy nem néztem meg, nyilván van róla egy kialakult véleményem, hiszen az embernek mindenről van kialakult véleménye, de ha nem ismerem ténylegesen, akkor nem fogok róla a nyilvánosság előtt se beszélni, se írni, se semmi. Mert nem lesz exakt a véleményem. Találkoztam egy-két blogban olyan dolgokkal és olyan leírásokkal, amiben azt írták, hogy neki ez nem tetszett, ezért nem tetszett, és egy-két dolgot emeltek csak ki, hogy mi a legfőbb ok, ami nekik nem tetszett az egészben. És amikor megkérdezték, hogy ugyan ezt hol olvasták, vagy milyen verziót, egyáltalán milyen fordítást, vagy milyen nyelven olvasták a könyvet, mert ők ilyenre nem emlékeznek, akkor kiderült az, hogy hát nem is olvasta a könyvet, csak hallotta, hogy ez van benne. Ja, értem. Tehát így nem lehet véleményt formálni, szerintem. Mert ennek semmi értelme nincsen. Ahogy mondtam is a bemutatkozóban, én nem szeretek dolgokat lehúzni feltétlenül. Mert nem menő is, nem jó az. Rendes, normális értékelést és kritikát szeretek. Ebbe beletartozik a jó is, és beletartozik a rossz is. Na akkor nézzük először a könyvet. Nem jó a könyv. Attól függetlenül, hogy én élveztem, pontosan is tisztán látom, hogy nem jó. Nagyon sok könyv van, sőt, amiket olvastam, azoknak a könyvnek a nagy része, könyveknek a nagy része, azt nem mondhatom, hogy mind, de a nagy része jobban tetszett, mint ez a könyv. Mert jobbak voltak a karakterek, mert jobb volt az esemény láncolata, stb. De attól függetlenül, mint mondtam, ebben is találtam olyat, ami miatt tetszik. Igazából ez az egész téma, amivel bereklámozták, ez nem annyira van jelen benne. Ez egy romantikus, én úgy tudnám jellemezni, ahogy Christian Grey jellemezte magát a filmben és a könyvben egyaránt, hogy elbaszott mind az 50 árnyalatban. Na most ez egy elbaszott romantikus történet szerintem. De mint ilyen tetszik, és nem is kell ennél többnek gondolni. Nem kell bele semmi többet látni. Ez nem mutatja be, hogy milyen is a szadomazó szex, nem mutatja be, hogy ezek az emberek, akik ilyen életvitelt folytatnak, hogyan élnek. De mégis egy kicsit bevezet ennek az egésznek az előszobájába. És noha valóban nem mutatja be, mégis felszínre hozza, hogy egyáltalán létezik ilyesmi is, és nem feltétlenül kell tabuként kezelni ezeket a dolgokat. És szerintem ez nagyon is pozitívum. Tehát ha bármilyen dolog ennek az egésznek a számlájára írható, és pozitívum, akkor az az, hogy felszínre hozta ezt az egész témát. Amit egyébként hajlamosak az emberek a szexualitást teljes mértékben tabuként kezelni a mai napig is, egy rendkívül álszent társadalmunk van. És volt mindig is igazából. Az 1700-1800-as években a nemes kisasszonyok olyan történeteket, olyan pikáns kis írományokat, meg ilyesmiket olvasgattak, amitől ma egy keményvonalas pornós is belepirulna. Biztos vagyok benne. Nem egy ilyen irat és beszámoló és ilyesmi maradt fenn, ami ezekről szól, hogy nyilván nem mindenki csinálta ezt, de ezeknek a nemes kisasszonyoknak és az olvasótudóknak, fiatal nőknek a többsége nagyon komoly, szexuális tartalmú és nagyon pervers dolgokat olvasott már akkor is. Ugyanakkor ugyanúgy elmentek a templomba, ugye szexualitás az olyan beszédtéma, ma sincsen, mert nincsen, de akkor sem volt.
Szóval nagyon is álszent a társadalom, ugyanakkor szeretne nagyon is szabados lenni. Na most ez a kettő valahogy nagyon nem jön össze. De mindegy, ez egy teljesen más téma, térjünk is vissza a könyvhöz. Az ilyesfajta könyveket, amikben a főszereplő férfi valamilyen módon ugyan hibákkal rendelkező, de mégiscsak egy álompasi, ezeket általában nők írják. Na most nem véletlenül. Ők maguk is vágynak úgymond egy ilyen férfira, egy ilyen belső és külső tulajdonságokkal rendelkező férfira, ami egyébként nem létezik, ahogyan a női olvasók is vágynak ilyenek. És ez nem feltétlenül rossz. Ahogy a férfi is megnézi a jó mellű, jóseggű nőket, akár az utcán, akár képeken, akárhol, úgy a nő is megnézi a jó férfi, jó pasikat úgymond, és szeret ezekről olvasni. Most ezek a könyvek egyértelműen azért íródnak, hogy ezek a kitalált férfi karakterek úgymond behúzzák a nőket a csőbe. Tisztában vagyok vele, ugyanakkor boldogan sétálok bele ebbe a csőbe én is. Nagyon kedvelem ezeket a karaktereket általában, de szerintem ebből még semmiféle messzemenő következtetéseket nem lehet levonni, sem arról a személyről, aki szereti ezeket, sem a kapcsolatairól, meg ilyesmi dolgokról. Egyszerűen ez egy szórakozási forma, ez szórakoztató irodalom, és nem kell bele többet látni. Ha szórakoztat, akkor rendben van, ha nem tetszett, akkor ez van. És ez a másik, amiről még akartam beszélni, hogy nagyon sokszor utána néztem, hogy az ilyen nagyon-nagyon és ténylegesen csak lehúzó kritikákat kikírták. Na most nagyon sok esetben találtam azt, hogy olyanok írták, akik egyébként csak az ilyen elvontabb témákkal, a nagyon szép irodalommal, meg az ilyesmikkel foglalkoznak, versekkel, ilyesmikkel. Na most, aki kizárólag ezekkel foglalkozik, az szerintem ne feltétlenül írjon kritikát egy ilyen stílusú könyvről, vagy éppen filmről. Persze szabad országban élünk elvileg, tehát bárki megteheti, ahogy most megteszem én is, de ahogy én nem szeretem például a cifit, így nem is fogok nekiállni Star Wars-ról, vagy a Star Trek-ről, vagy akármelyikről hosszú véleményeket írni, mert nem az én világom, egyszerűen nem is érdekel. Persze ezzel nem azt mondom, hogy csak arról lehet beszélni, ami tetszett, mert nem. Bármiről lehet beszélni, bármiről lehet véleményt formálni bárkinek. Csak nem feltétlenül tartom ezeket exakt véleménynek. És ennyi. Visszatérve a könyv hibáira, nagyon-nagyon nem tetszett benne nekem, ahogy többeknek nem tetszett, ez az úgynevezett belső istennő, illetve a Annának a tudatalattia, amikor egyszerűen nem tudta eldönteni, hogy most melyikkel is vitatkozzon. Ami egyébként mint ötlet nagyon jó, a megvalósítás az nem volt jó, de ötletként tényleg jó volt az, hogy beleláttunk így ténylegesen a belső vívódásaiba, hogy most mit, miért fogad el, vagy nem fogad el, mit gondol és hogyan, mit érez. Ezek nagyon jó dolgok, csak nem jó módon lett összehozva. Ugye ne felejtsük el azt sem, hogy ez az írónőnek az első könyve, első könyvsorozata. Rengeteg írónál lehet látni olyanokat, hogy az első néhány könyve az egy borzasztóan erőltetett, nagyon rossz karakterekkel rendelkező valami lett, míg később világsztár lett belőle, világhírű író. Most ő igazából azért lett világhírű író, mert egy nem nagyon tárgyalt témával álcázta ezt az egész romantikus történetet, ez pedig ugye a BDSM szex. És minden, ami szexualitással kapcsolatos, és főleg, hogyha aberrált szexualitással, vagy hát nem is aberrált, ez csúnya szó, különféle perverziókkal foglalkozik, az noha álszentek vagyunk, az fel lesz kapva, igenis. A másik, ami nagyon zavaró, és ezt nem is feltétlenül a könyv, tehát az írónő hibájára gondolom, mert nem biztos, hogy csak az írónő hibája ez, az a rengeteg szóismétlés. Igen, a szent basszantyú és a szent szar, meg ezek nagyon-nagyon jó, hogy elmaradtak a filmből. Nem hiányoztak, szerintem senkinek sem. Egyszerűen a falat kapartam már ezektől, az, hogy minden oldalon visszaköszönt az, hogy szent basszantyú, meg szent szar, meg ezeknek a társai, nagyon nem tetszett. Mondom, nem tudom, hogy ez az eredetiben így van, mert nem olvastam az eredetit, nem is olvastam bele, nem is néztem utána ilyen szempontból, de azt tudom, hogy Tóthi Szandás, nyugodjon békében, elképesztően rossz fordítást csinált. Már csak maga a cím is, hogy a szürke 50 árnyalata. A szürke magyarul az egy
szín. Míg az angol cím az 50 Shades of Grey. És a Grey ebben az esetben Mr. Grey-re utal, egy emberre, egy személyre utal. Tehát az az előbb említett mondat is, ami a könyvben is és a filmben is elhangzik, hogy elbaszott vagyok mind az 50 árnyalatban, nekem nem annyira jön le jól a magyar címmel, mint az eredeti címmel. De ezt nyugodtan lehet ilyen kis kukacoskodásnak is nézni már. Ami viszont nem kukacoskodás már, az a rengeteg fordítási hiba, Baki. Nagyon jó példa erre a Kings of Leon nevű együttes, egy amerikai Tennessee állambeli rock együttes, ami Tóti Szandás úgy fordított, hogy Oroszlán király. Most ehhez három dolgot tudok hozzáfűzni. Egyrészt a Kings of Leon szó szerinti fordításban a Leon az nem oroszlán, tehát angolul nem oroszlán. Oroszlán királynak, mint a mesének, nem is ez a címe. Az Lion King, The Lion King. Egyrészt. Másrészt ebben az egész történetben én nem tudtam elképzelni azt, hogy Mr. Grey és Anna nekiáll, és az Oroszlán királyból, ami egyébként szerintem egy nagyon-nagyon jó, a legjobb Disney mese, nekiáll énekelni az Élet az Úr, vagy bármelyik dalt, mert nem. Ez valahogy nem hozzájuk illik. Harmadrészt, sem egy együttesnek, sem egy dalnak a címét nem szoktuk lefordítani. Nem az 1920-as, 30-as években élünk, amikor divat volt minden, de tényleg a világon mindent, amit csak lehetett magyarítani. Tehát nem abban a korban élünk, amikor ez divat, szerencsére. Harmadrészt pedig neki, mint fordítónak, mint műfordítónak az lett volna a dolga, hogy ilyen dolgoknak utána nézzen. Hogy Kings of Leon, olvassa az eredeti szövegben, hogy Kings of Leon, nem tudom, hogy mi ez, megnézem, beütöm a Google-ba, és valószínűleg ki fogja adni, hogy mi ez az egész egyáltalán. Na most ő ezt a legkevésbé sem tette meg, csak ahogy gondolta, lefordította. És még a nagyon nagy gond az, hogy ugye a fordításokat utána szerkesztők, meg korrektorok, meg ilyesmik is átnézik, hogy ezt aztán senki nem vette észre, vagy ha észre is vette valaki, senki sem foglalkozott vele. Vagy nem is nézte át senki, nem tudom. De ez mindenképpen egy hatalmas nagy negatívum a Ulpius ház felé, ugye a magyar kiadó felé. És hatalmas nagy negatívum Tóti Szandás személye felé is, mert amikor szembesítették őt ezekkel a hibákkal, akkor semmi baj, ha valaki hibázik, mert előfordul, hiszen ő is ember, mindenki ember. Nem ez a probléma. A probléma alapvetően az, ahogyan fogadta ő ezt az egészet. Ő konkrétan kikérte magának, hogy már pedig ő nem hibázott, és hogy lehet ilyet feltételezni, hogy ő bakizott volna. Véleményem szerint nagyon nagy szégyen az Ulpius háza nézve az, hogy ők egy ilyen könyvet kiengedtek a kezeik közül. Úgy, hogy ez a könyv korunk legolvasottabb könyve volt. Legyen az bármilyen, akármilyen félcmű, akármilyen rossz könyv, ha az korunk legolvasottabb könyve, akkor szerintem egy kicsit több odafigyelést igényelt volna a kiadása. Most a film kapcsán ugye kiadták újra a filmes borítóval. Egyébként nekem nagyon tetszik ez a filmes plakát. Szóval újra kiadták filmes borítóval. Nem lapoztam bele, nem néztem meg. Nem hinném, hogy újra fordították volna, mert erről nem olvastam. Követem őket egyébként Facebookon, meg úgy szoktam figyelni a híreiket. Vannak azért jó témájú könyvek is. De rájuk egyébként igaz az ténylegesen, hogy ha írsz egy bármilyen könyvet, ami a szexel foglalkozik, és erotikus, és szókimondó, és stb., azt ők ki fogják adni. Ez szinte bolytékolható. De ettől függetlenül vannak ténylegesen jó könyveik is, ezért szoktam őket követni. És majdnem minden nap jelenik meg valami hír a Szürke 50 árnyalatával kapcsolatban náluk, de erről például nem hallottam semmit, hogy esetleg újra folytották volna, nem lett volna baj. Vagy legalább javítani egy kicsit a végi folytáson. És akkor most nézzük a filmet. Hát én nagyon-nagyon kíváncsi voltam a filmre, megmondom őszintén. Mégpedig azért, mert könyvben szeretem olvasni a nyílt szexuális jeleneteket, de egy filmben vagy ilyesmiben engem ez nagyon nem érdekel. Tehát látni nem szeretem már. Szóval amikor meghallottam, hogy meg fogják filmesíteni, amit egyébként szinte biztosra vehettem, nagyon kíváncsi voltam arra, hogy hogy oldják meg. Ugye egy kasszasikert, egy mozifilmet nem lehet hátpornóként leforgatni, mert nem lehet úgy eladni, nem lehet úgy játszani sem. Csak nagyon korlátozott minőségben, korlátozott mennyiségben és időben. De tényleg nagyon-nagyon érdekelt az, hogy csinálják meg.
Mert mennyire lesz könnyhű az egész, ugyanakkor mégis milyen besorolást kap. Aztán már nagyon kíváncsi voltam arra, hogy a szereplőket hogy válogatják össze, kik lesznek a főszereplők. Elsősorban ugye Mr. Grey érdekelt, hogy ki fogja játszani. Eleinte felmerült elég sok név, leginkább rajongói kívánságok, hogy úgy mondjam. Legtöbbször Matt Bomert mondták, hogy játsza ő. Most utána néztem egy kicsit, hogy ki is ez a Matt Bomer, és hogy néz ki, és stb. És azt mondtam, hogy rendben van, végül is játszhatja. Aztán sosem vált hivatalos ez az egész. És aztán egyszer csak kiderült az, hogy Charlie Hunnam fogja játszani hivatalosan Mr. Grey-t. Na most ekkor gyakorlatilag összvilági felhördülés történt, hogy nehogy már, mert ne. Na most én láttam előtte a Tűzgyűrű című filmjét, de én is azt mondtam, hogy inkább ne. Tehát, hogyha ő lesz a szereplő, nem vagyok benne biztos, hogy érdekelni fog a film. Aztán ennek hatására le is került, úgymond a listáról. És később aztán felmerült Jamie Dornan neve. Őt is láttam már egy sorozatban, az Egyszer volt, hol nem volt című sorozatban. Hát és rá azt mondtam, hogy rendben van. Aztán valamikor tavaly ilyenkor kikerült az első ilyen kép, és nem sokkal később, vagy talán már Valentin napkor, nem is tudom, kikerült az első trailer is, szerintem később. És akkor azt mondtam, hogy oké, nem csak hogy rendben van, hanem nagyon is rendben van az, hogy Jamie Dornan játsza Mr. Grey-t. Engem megfogott már az első pillanattól kezdve. Aztán végül kikerült a második trailer, egyre inkább közeledett a premier időpontja, és akkor eldöntöttük, hogy megnézzük. Páromat is nagyon érdekelte, ő is szerette volna megnézni, mondtam, nem köteleztem rá, tehát nagyon sok férfi szeret ezzel takarózni, hogy mert a barátnőm meg akart nézni, el kellett menni. Én mondtam, hogy nagyon szívesen megnézem egyedül is, szoktam moziba menni egyedül is, tehát nem, ez nekem nem probléma. Sőt, talán még jobban is szeretném, ha nem lenne ott. De mivel addigra már eldöntöttük, hogy lesz egy ilyen kis videócsatornánk, ezért ő is meg akarta nézni moziban, hogy ő is elmondhassa a véleményt a könyvről, nem is a filmről. Na és akkor nézzük a filmet, hogy nekem hogy tetszett. Tetszett a film tényleg, és nagyon könnyű, nagyon sok szempontból. Ugyanakkor azok a videó elején említett idegesítő dolgok, amik a könyvben megvoltak, ez a belső istennővel, meg ezzel az egésszel, ezek szerencsére kimaradtak. Nagyon igényesen csinálták meg szerintem ezeket az e-mail váltásokat, amit nagyon szerettem köztük a könyvben is, azok nagyon jó kis részek voltak, nagyon jó kis fejezetek voltak. A fordítás is egészen jól sikerült. És így összességében én azt tudom mondani, hogy nekem a film jobban tetszett, mint a könyv. Nagyon tetszett a filmben az utolsó negyed órában, vagy nem is tudom, valahogy úgy, amikor egy kicsit össze is vesztek, még az utolsó úgymond nagy jelenet előtt. Nagyon érződött rajtuk az érzelem, hogy mind a kettőjüknek ez egy új dolog, és szerintem ezt nagyon jól meg tudta jeleníteni mind Jamie Dornan, mind Dakota Johnson. Tehát összességében tényleg tetszett, és ez alapján én várom a filmnek a folytatását. Amiben remélem, most felröppentek a hírek, hogy nem is Jamie Dornan fogja játszani, mert hogy a felesége nem örül neki, amit el tudok hinni, és el tudok képzelni, hogy nem örül neki. De aztán az is kiderült, hogy mégiscsak elvállalja a második részt. Szóval még nem tudom, szerintem ez egy elég képlékeny dolog. Szerintem egyébként, hogyha nem vállalná el a második részt, akkor inkább ne forgassa a filmet. Tehát ilyen szempontból egy színész cserélni, az nagyon-nagyon kétséges egy mozifilmnél, szerintem. Ráadásul felröppent az, hogy Tom Brady, a híres amerikai futballista játszaná esetleg Mr. Grey-t. Na most ez nem tudom, hogy ez mennyire kacsa, hogy egyáltalán mennyire kerül szóba, hogy ő szeretne ebben játszani, csak maga egy rajongó találta ki az egészet, ami valószínű, szerintem. De szerintem ne. Ja igen, és még egy dolog, mielőtt még elfelejteném, hogy nagyon sokan azért szídják a filmet és a könyvet egyaránt, hogy ez valójában nem a szadomazó szexel foglalkozik. Már beszéltem a videó során erről, nem, tényleg nem, de most nézzük a film oldaláról. Itt van néhány kép, illetve néhány arckifejezés, hogy is néz ki a BDSM szex. Na most nem hiszem, hogy egy filmben, vagy egy akármiben az emberek
többség, különösen a nők többségét, hiszen ez alapvetően nőknek készült, ez tényleg érdekelné és örömmel nézni. Nem hiszem. Viszont azok a jelenetek, amiket így csináltak meg a filmben, egy-kettő látható a film trailerében is, nekem ilyen szempontból nagyon tetszettek, és őszintén szólva, ezt szívesebben nézi az ember, szerintem ezt mindenki bevallhatja magának, hogy ezt szívesebben nézi, mint a tényleges hardcore BDSM pornót. Mert lehet, hogy hülyeség egy ilyen film kapcsán művészi érzékről, meg ilyesmikről beszélni, de szerintem ez ilyen szempontból művészibb, mint az eredeti verzió. Összességében ennyit szerettem volna elmondani. Ahogy mondtam, nekem tetszett a könyv is, és tetszett a film is, de az a helyzet állt elő, ami egyébként könyvszerető embereknél ritka, a film jobban tetszett, mint a könyv. Mondjuk igazából eddig, amiket néztem, könyvadaptációk, nekem mindegyik tetszett valamilyen szinten, de igaz, olyan nem nagyon volt, hogy jobban tetszett volna a film, mint a könyv. Tehát ez ilyen szempontból újdonság, de ez szerintem mindenképpen pozitívum. Ahogy mondtam is, rengeteg hibája volt ennek is és annak is. Alapvetően a film is egy romantikus történet, egy kis érdekességgel fűszerezett romantikus történet. Szerintem semmi többet nem kell ebbe belelátni, semmi negatívumot. Ha valaki nem szereti ezt a műfajt, az ne nézze meg. Tehát ezt a fajta hadjáratot, ami folyik bármi ellen egyébként, azt nem tudom megérteni. Egyszerűen. Kivétel ez alól az erőszak is ezek. Tehát az ellen igenis folytassunk hadjáratot. Mert valóban nem jó, de nem is annyira rossz, mint amennyire mondják. És én ezzel itt le is zárnám. Köszönöm, hogy megnéztétek, remélem tetszett a hibák ellenére is, és várhatóak még hasonló tartalmak is videók tőlem a jövőben. Legyen szép napotok, sziasztok!